Hónapokkal ezelőtt foglalkoztunk már ezzel a témával, akkor a tavaszi színekhez, virágokhoz, ünnepekhez és hangulathoz élő dekorációkat készítettek, majd egy kiskerten is dolgoztak a nyár folyamán, ahová különböző zöldségeket ültettek el azok a betegek, akik nap mint nap bejárnak a kórház pszichiátriai rehabilitációs és nappali foglalkoztatójába. Most a szeretet ünnepének közelettével nem is kérdés, hogy a karácsony hangulatában telnek napjaik. Maga a dekorálás vagy dekoráció készítés az a terápia része. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy munka, kreatív, illetve különböző manuál terápiák ezek. Tehát nem öncélúak, vagy nem csak azért vannak, mert az adott évszak hozza ezeket, hanem tulajdonképpen nekünk egész évben, az év teljes szakaszában valamilyen munkaterápiát, kreatív terápiát kell, hogy szervezzünk. A karácsonyi készülődés már szeptember első napjaiban megkezdődik, ekkor kezdenek bele aktívan a terápiás munkába. Tehát gyakorlatilag ezek ugye kézzel fogható végkimenetelőek, hiszen egy nagy ünnep zárja, Éppen ezért a betegek is motiváltabbak, mint ha csak valami, valamit nagy általánosságba készítenénk. Elmondható az is, hogy azért az ünnepi hangulat is nagy szerepet játszik ebbe, tehát ahogy közelednek napról napra az ünnepek, úgy lesznek azért ők is egyre jobban bevonhatóak, egyre jobban motiváltabbak. És természetesen ez nem csak lefoglalja a nappal is betegeket, hanem fejlesztő hatást is gyakorol rájuk. Az egyik legfontosabb jelentősége, hogy azok az emberek, akik betegségüknél, élethelyzetüknél, vagy a bekerülésükbe szerepet játszó okoknál fogva szorongóbbak, társaságkerülőbbek vagy éppen egy normál közegben képtelenek teljesíteni, azoknak egy lehetőség az, hogy egy puhább, elfogadóbb közegben valamilyen produktumot tudjanak előállítani. Természetesen ez nagyon átvitt, hiszen nem kézművesek azok, akik hozzánk bekerülnek, mint betegek, az élet minden területéről érkeznek. Az elsődleges cél az, hogy együttműködve közösen alkossanak kis dolgokból nagyokat, szépeket, látványosakat, vagy csak egyszerű, mégis szemedgyönyörködtető dekorációkat de én azt gondolom, hogyha valaki tényleg szeretne szép, kreatív, egyedi dolgot vásárolni, az meg fogja találni a hozzá illő vagy az ízlésének megfelelő terméket. Hiszen bárkinek lehetősége van az osztály nappali foglalkoztató részén körülnéznie és válogatnia, akár ajándékgyanánt, vagy csak egy lakás díszítő elemként otthonra. Fontos, hogy nem készülnek tömegével az egyes produktumok, van amelyikből például csak egy készül, így érdemes szemfülesnek lenni.